Oké, okay, ezzel nem akartam foglalkozni, mert ez már egyszerűen vizekre van szedve az interneten is. Azt hittem, hogy azt hittem, hogy ezt már mindenki látta, és ezen már mindenki túl van, de hát ez úgy látszik sose a helyzet sose ez. Úgyhogy nézzük meg Félix Baumgartner ugrását. Ezt az abszolút nevetséges hoaxod. Ez Yashanua Elohei eh, csatornáján találtam, és ez Red Bull Felix Baumgartner Space Jump Hawks Revealed. Szóval nézzétek meg a videót, is és, és a csatornát hát ha találtok valami érdekességet. Eh, szóval kezdjük el, én megpróbálom, megpróbálok nem sok időt ezzel eltölteni, mert ez, ez egyszerűen szánalmas, de nézzük meg, hogy miről is szól. Ugye itt van a föld, mindjárt megnézzük, hogy milyen magasról ugrott. Oké, okay, ha esetleg valaki nem tudná, 39 km magasságból ugrott, 24 mérföld. És állítólag 1357 km per órás sebességgel zuhant, ami a hangsebesség 1,25 tized szerese. 38.969 méter volt a legmagasabb hivatalos magasság, 127.851 láb. És ez ugye a legmagasabb ugrás rekordját is megdöntötte. Szóval állítólag, úgyhogy ez volt a maga az ugrás. Most a logóról nem érdemes igazából beszélni, mert az elég sok időt venne igénybe, hogy ezt kielemezzük, de ugye maga két vörös bika és mögötte a nap már beszédes lehet azok számára, akik értik a szimbolikát és a fehér és a fekete, a sötét világosnak az ellentéte is. De menjünk vissza akkor ez az ugrás. Ezt ugye már az feltűnik, hogy sehol, sehol egy egy ö, tenger vagy óceán vagy semmi, 39 km magasságból föld 75% a vízzel borított és ö, semmi az semmiféle víz nincs a látószögben persze én ezt, ez egyébként a maga a magassága volt ugye az a ballon maga GoPro, természetesen a reklám. Fölrök a kamerákat. Neki készülődik. Hát ugye ezt Hollywoodban már láttuk. Már most elárulom a nagy titkot, hogy ugye mindazoknak, akik azt mondják, hogy látszik az, hogy a föld gömbölyű, hiszen a kamera mutatja, hogy gömbölyű. Hát nem tudom. Igazából nem látszik az a helyzet. Szóval a probléma az, hogy nem látszik. De, ugye ez a belső kamera, hát a külsőből látszik, de hát az még nevetséges, szóval. A külsőből olyan, ho, gömbölyű, ho, homorú. Majd ezt mindjárt meg is nézzük, eh, ahogy kiúrik, ugye egy nagy szöveg eljön. Ott van! <laughs> szóval ez ilyen gömbölyű, állítólag. Vizet sehun nem látni rajta. Tehát ez az oldala a Földnek. Eh, száraz földel borított a vizek majd ott kezdődnek valahol. De hát amúgy meg az előbb egyenes volt, ezeken a kamerákon meg már ugye görbe az ugrás, nagy szöveg, a gömbföld. Ott van megint. Láthatjuk. Itt már homorú, Ugye itt már felfele hajlik a föld. És kiugrott ott is. Szóval, ugye itt is homorú a föld, meg itt is homorú. Aztán majd csak itt kezd el gömbölyödni. Meg egyenes. Már gömbölyödik. Úgyhogy akkor most milyen végül is... Van? Hát nem tudom, hát ez, ha ez... Ha ez az bizonyítja valaki számára, hogy a föld gömbölyű, hogy itt, itt ilyen... Sugarú a görbület, itt, itt, meg már más milyen sugarú, akkor valóban a föld... Vagy így, hogy ez egy ilyen... nem tudom. És ez a, ez a bizonyíték. Hát ennek mindenhol ugyanolyannak kéne lenni, hiszen a Föld egy tökéletes gömb. Ránézésre legalábbis. Legalábbis ezen a képen az. Nem? Szóval, hogy a tökéletes gömb, akkor hogy lehet ilyen torz valami? Mikor itt látjuk, hogy ránézésre. Ez bizony egy gömb. De hát mindegy, is haladjunk tovább. Igen, itt már homorú. Szóval itt megint átmegy homorúba. Ugye itt már felfelé görbül, aztán majd megint átalakul, itt már nagyon. És hát ez meg itt egy konkáv. Hát akkor milyen alakú is a Föld? Akkor mit bizonyít ez a felvétel? Hogyha a Föld ilyen alakú, és itt homorú. És ez a felvétel az, ami a bizonyíték számunkra. Meg ez, hogy itt sehol nincsen víz, hogy itt a gömb, ez csak egy nagy szárazföld. Tehát itt már gömb. De hát itt is euh, milyen alakja van a gömbnek? Hát euh, nem tudom. Ha a föld gömb alakú, már pedig a föld gömb alakú, akkor bármekkora is a szelet, amit látunk, ennek a közepére tökéletesen szimetrikusnak kellene, hogy legyen. Hiszen ez egy gömb. Egy gömbön nem lehet kiválasztani úgy, egy cikkeit, hogy az ne egyenlő sugarú legyen. Amit egyértelműen látszik. Hiszen itt van egy ilyen kidudorodás. Ez egy gömbön lehetetlen. Akkor mit bizonyít ez a felvétel? Nem tudom. Igen ő itt zuhan. Ugye 25 Ugye 1,25. ott homorú. Hoppá, szóval az ott homorú megint. Én tudom, nagyon jó, hogy ez a kamerának köszönhető, én ezt értem. De hát akkor hogy lehet ezt a kamerát elfogadni bizonyítékként, ha egyszer homorú, egyszer domború, meg itt ilyen össze-vissza vannak a magának a földnek. Természetesen itt a, a nagy hollywoodi dráma. Csak sajnos az emberek nem veszik észre, hogy ez az egész egy hollywoodi produkció. Ugyanazok készítették ezt a filmet mint akik azt a filmet, amiben Félix Baumgartner ugri. Ugyanaz a story, az űr, a nagy űr, ahol mi bolyongunk, ahonnan ugrabugrálnak, hogy bizonyítsa, hogy a Föld gömbölyű. Ugyanaz megy itt is, meg itt is, egy hollywoodi produkció, aminek semmi köze sincs a valósághoz, Pusztán arra szolgál, hogy az embereket beprogramozza. Ugyanúgy megy a dráma a filmben is, mint ahogy a félix Baumgartner ugrásban megvan a forgatókönyv. És itt bizonyítja, hogy a Föld bizony össze-vissza alakul, hiszen itt, itt egy kicsit kidudorodik, itt laposabb, és ez ennek a bizonyítására szolgál, hogy lássuk. Ó, hát ezt megnézzük még egyszer. Hoppá! Szóval akkor... <laughs> akkor végül is gömb alakú -e a föld, hogy vannak rajta ilyen tudorok, vagy pedig... Vagy pedig itt egyenes, itt meg már görből. És itt meg már ugye homorú, szóval igazából ezt nem lehet tudni itt meg már nagyon homorú. És ez az a felvétel, itt egy kicsit felfelek kunkorodik, kicsit konkáv lesz a föld. És ott kiegyenesedett. Ó, hát azt megnézzük még egyszer, mert az ott... Igen, szóval, hát nem tudom. Ez a bizonyíték, ezek alapján gondolják az emberek hogy ők egy gömbön élnek, ilyen dolgok, most arról nem beszélve hogy, hogy itt változik a Föld sugara ugye minden pillanatban. Na jó, én ezzel nem is foglalkoznék többet, A még egyszer megmutatom ezt a részt ami, ami a belső kamera, hiszen hiszen az a lényeg, mindenképpen meg akarták mutatni, hogy mindig is szokták, hogy az egész egy átverés, és az egész az emberek programozására szól. Hogy mindazok, akik értik, és akik tudják, azoknak az orralát alatt hogy... hogy bizony úgy programozzák, és úgy vezetik meg a világot, ahogy akarják. Tessék! Ez az igazság, és ez az, ami van. A föld lapos, a föld nem egy gömb, az űrben nem lehet kijutni, soha nem is lehet. A marsra nem megy senki, a holdra nem ment senki. És az űrlények nem fognak megmenteni senkit. A kizöld űrlények a repülő tányérokon. És a Félix Baumgartner ugrás egy dolgot bizonyított, az pedig az, hogy a föld lapos, mint egy tányér. A többi pedig nem más, mint egy hollywoodi produkció drámával és, és rossz színészekkel. Úgyhogy ez az, amit a Félix Baumgartner ugrásból ki lehet deríteni. Meg az, hogy az egész föld szárazföldre borított ezen, a, ezen az oldalán, Új-Mexikótól az az egész föld ott száraz földában borítva, ott nincs tenger. Ez még a másik. Szóval remélem, hogy ezt hasznosnak találtátok, és, és többet nem fogom azt hallgatni, hogy a Félix Baumgartner ugrás bizonyította, hogy a föld gömb alakú, mert ha bármit is bizonyított, akkor az az volt, hogy a föld bizony lapos. Mert a föld lapos. Még annyit, hogy ismét hagyj menjek vissza, hogy mit is mond az írás arról, hogy a Föld milyen alakú, hiszen hogyha csak ezeket olvasgatnák az emberek, sokkal egyszerűbb lenne az életük, mint hogy ilyen mesékben higgyenek, és aztán, aztán hamis reménységek ébredjenek a szívükben és a lelkükben, hogy majd a kizöld emberek eljönnek a repülő tányérokon, és megmentik őket. Nézsaiás 40-es fejezetben a 21-es vers így szó, Hát nem tudjátok és nem hallottátok é, hát nem hirdettetett néktek elejétől fogva, hát nem értettétek é meg a föld fundamentumait. Ez a kérdés ne nekik szól. Nem értették éj meg a föld fundamentumait, a föld alapját, az alap pilléreit. Mivel a föld nem egy gömb, ezért vannak alap és a mennyezet elválasztja a vizeket, az alullevő vizeket, a fölüllevő vizeket. Erre vonatkozik a kérdés. Hát nem tudjátok, nem hallottátok, -e? hát nem értettétek én -e meg. Ki ül a Föld kereksége fölött, amelynek lakói, mint sáskák előtte. Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot szőnyeget, És kifeszíti, mint a sátort lakásra. Oké. Okay. Nem azt mondja, hogy egy gömbölt, és egy nagy robbanást idéz elő, hogy minden össze-vissza repkedjen, és majd ott lesz valami, hanem azt mondja, hogy a föld kereksége fölött ül, melynek lakói, mint a sáskák előtte ki. Az egeket kiterjeszi, mint egy kárpitot, egy szőnyeget, és kifeszíti, mint sátort. Lakásra. Minden jó. Amennyiben tetszett a videó és hasznosnak találtátok, kérlek osszátok meg az ismerőseitekkel, akár Facebookon, akár egy bármelyik social media platformon, és ne felejtsetek el feliratkozni az infóbabőrre a youtube on ahol rendszeresen töltök fel videókat, akár a a világpolitika eseményeiről, a bibliai proféciákról, vagy pedig a lapos földről, és a Facebookon is megtalálhatjátok az Infobubble oldalt, ott is ugyanúgy, ha lájkoljátok, akkor megkapjátok a feltöltéseket, amiket, amiket rendszeresen frissítek. Köszönöm, és remélem, hogy, hogy ezzel hozzájárultam valamennyit ahhoz, hogy hogy meglássátok, hogy a világ egy nagyon-nagyon különböző és más hely, mint ahogy azt mi nagyon sokáig hittük.